Nem ez az első táborunk az évek során, már talán harmadik alkalommal vagyunk itt. Egy kicsit kicsi az udvara, de megpróbáljuk átvészelni a lehetőségeket. Az idén sokan vagyunk, hálát adunk Istennek. Tavaly lehet, hogy fele ennyien voltunk, de az idén lehetőségünk adatott arra, hogy egy kicsit több gyereket fogadjunk. Azért jó, mert hogy így ebben a nagy járványban közelebb lehet kerülni Istenhez is, és Isten megvéd a járványoktól. Aztán meg Isten mindig ott van veled, és a mennyország az gyönyörű. Amióta megismertem Istent, meg beszélek vele, minden jobban sikerül. Meg hogyha elég ügyes vagy. Ma reggel, tegnap este azt éreztem, hogy minthogyha egy angyal lett volna mellettem, valaki átölelt volna. Ezért jó az Isten szeretete. A barátaimmal együtt lehetünk, és együtt játszhatunk, és mindent együtt csinálunk a barátaink. Az igazság az, hogy az előző években mindig volt határozott napi rendünk, de mindent felforgatott, ami felforgatta a világot, egy kicsit a napi rendünket is, amit egyáltalán nem erőszakolunk, meg nem tartunk kötelezőnek, mert csak a Szentírás az, ami Szentírás, ami a kőbe vésett, az a törvény, és így a napi renden hol így változtatunk egy kicsit, hol úgy, de mindenképpen vannak azért kötött dolgok, például a reggeli, a kézműves foglalkozás, az ebéd, és utána egy csomó játék, és végül, de nem utolsó sorban, az áhítat. Minden nap tartunk áhítatot. A tavalyi boldog mondásokat kezdtük és folytatjuk, tehát a tavalyi évet próbáljuk tovább építeni. Itt a ragasztó, és először is le kell ragasztani, úgy, ahogy te szeretnél, vagy így keretbe, vagy így a szélét. A lényeg, hogy legyen egy kerete, és az asztalhoz is ragasztátok oda, hogy ne mozogjon el. Hogy a barátaimmal tudtam lenni, és tudtam a barátnőimmel játszani. Meg az óvis társam volt a Réka, a virág, és tudtam vele játszani. Nagyon sokat tanultunk Istenről, meg a barátaimmal tudok játszani, meg itt a színet, meg a kézműveskedés nagyon jó. Ne legyen túl apró, mert nem fogjátok tudni kirakni. Jó? De még kisebb ne legyen semmi. Ide is nyugodtan lehet rakni minden. Igyekszünk a napjaikat egy kicsit megszínesíteni. Elmegyünk fagyizni, vízibombázunk, de holnap egy kivételes nap lesz, ugyanis a Veszprémi Állatparkba fogunk menni. Ez lehet, hogy húzós lesz, mert holnapra ígérték a legnagyobb meleget, de majd valahogyan kibírjuk, reméljük, hogy vannak ott párakapuk, meg kutak, ahol azért meg pihenhetünk. Nagyon jó lesz, reménység szerint idáig minden táborunk nagyon jól sikerült.